Hatalmas, megtermett, erős emberek leselkedtek neki, minden erejüket latba téve, hogy az atom erős emberek versenyén összemérjék erejüket. Bakson a lakótelepen, a Csengei Dénes Kulturális Központ parkolójában a kemény próbatételen volt elektromos autóbuszhúzás, gumikerékforgatás és bárd tartás. A Cézár Strongman Premium Liga Kupa negyedik fordulóját rendezték az atomvárosban. Pakson itt az egyetlen kuriózum, illetve az első olyan kuriózum az az elektromos buszhúzása volt, ami az országban, sőt én már kimerem jelenteni, a világon is az első volt, hiszen elektromos kamiont lehet, hogy már húzott valaki, de elektromos buszt még senki sem. Úgyhogy köszönet Paksért, köszönet a közlekedési vállalatnak is, hogy ezt lehetővé tették számunkra. Nagyon izgalmas volt, ez egy 13,5 tonnás súly. Egy kamion üresen 7,5 tonna körül van, telve 13-14 tonna, tehát ez egy teljes kamion szerelvénynek felel meg, úgyhogy ez egy nagyon szuper súly volt itt a versenyzőknek. Sebestyén János többszörös Magyarország erős embere cím tulajdonosa. 10 éve hódol ennek a sportnak. Jelenleg én találom ki a versenyszámokat, én rakom össze a versenyeket a fiúknak. Aktív sportoló vagyok én, csak egy kis sérülés véget most ugye csak segédkezek. Hát ugye ide kell állóképesség is, kitartás is, ugye nem csak nyomószámok vannak, hanem vannak cipelő húzószámok is. Ugye mai nap is már láthatunk egy buszhúzást, most a fiúk megcsinálták a nyomószámot, most beraktam neki egy kis pihentető számot, ugye ez a magasbadobás, de ugye hát nem nagy súlyok vannak, de viszont magasság 5 méteren kezdenek a fiúk, úgyhogy hát meglátjuk majd, hogy mit tudnak teljesíteni. Hát mindenre figyelek, mivel jelenleg is úgymond még aktív sportoló vagyok, ugye 10 éve csinálom ezt az erős ember szakmát igazából, úgyhogy az én tapasztalataim alapján, illetve egy kicsikét magamhoz mérem a súlyokat. Ugye én voltam már Magyarország legerősebb embere, elég sok országban megfordultam már, elég jó helyezésekkel, úgyhogy így magamhoz mérem a versenyt. Tavasszal indul ez a ligasorozat, tehát van egy selejtező, vannak fix prémium ligás versenyzők, illetve a második osztályból válogatunk össze, illetve az első négy versenyző jöhet tovább velünk, és ugye így vannak a 8, illetve 12 fősek a csapatok. Ott vár ez a tiéd, csak át kell jönnöd. Ott az első. Bölcskei lakos vagyok, 2 éve rendeztünk Bölcskén egy versenyt, aminek híre lett ugye itt Pakson is, és a Csengei Dénesből kerestek meg minket az elnökség, hogy szeretnének rendezni egy ilyen versenyt, és mi igazából partnerek lettünk benne, így sikerült ide kerülni. Hát én nekem igazából a téli felkészülésem az ilyen konditermi. Tavasszal szoktam elkezdeni a szereszedzés, ugye ilyen április körül szoktuk kezdeni a versenyeket, addigra van ez a felkészülés, de mondhatom azt, hogy ilyen egész éves felkészülés van benne, nagyon sok munka van benne. Egy edzésen több ezer kilót kell megmagaszni, és ez heti 3 alkalom legalább. Van gumiforgatás, ugye lesz a bártartás, azt is nagyon szerettem, de a nyomószám is nekem nagyon fekszik. Ugye az előző versenyszám az valósült el, ugye az utolsó előtti versenyzőnél eltört a rúd, és ezáltal ugye az első, aki ugye vitte a versenyszámot addig, nem mondom, nem tudtam volna megnyerni, de úgy voltam vele, hogy lemondok az első helyről, mentem a második helyre, mert úgy éreztem, így a sportszerű. Buszhúzás nagyon tetszett, volt egy főpróbánk múlt héten, ilyet még nem húztunk elektromos buszt, nagyon nehéz, azt megmondom, hogy az eddigi kamionhúzások közül ez volt a legnehezebb, nagyon nehéz megindítani, nagyon örültem neki, hogy meg tudom húzni, vannak nálam a csapatban jobb kamionhúzók, de sikerült behúznom, nagyon örülök ennek az eredménynek. Az ország erős ember versenyzői 7 fordulón, azaz egy szezonon keresztül általában havonta a kuparendszerben mérik össze erejüket. Az összesítésben legtöbb pontot gyűjtő versenyző mondhatja magának a Cézár legerősebb emberének.